állapot fülkében. Kibűrül a szemnek, kikapar a szépen, de befelé, hol a falla fordul hátra, csak darabos szikla, durva törés tátok. Ilyen szentek vagyunk. Török Máté a Misztrál együttes énekes gitárosának közreműködésével tartották meg a Görög Katolikus Múzeum és Tanulmányi Házban Legeza László Művészettel Istenhez című könyvének bemutatóját. A múzeum vezetősége arra törekszik, hogy havi rendszerességgel különböző típusú kulturális programokat kínáljon az érdeklődők számára, mondta az igazgató Szabó Irén. Legeza Lászlót évtizedek óta ismerem, ő maga is görögkatolikus mérnök ember, aki nyitott a kultúrára a legtágabb értelemben. Ő maga is több könyvnek a szerzője és szerkesztője, valamint fotósa is egyben. Tehát egyrészt innen, ezen a réven ismerem, másrészt máltai lovagrendnek a világi vezetője is volt éveken keresztül, és mint ilyen a hátrányos helyzetű fiatalok nyaraltatásával is foglalkozott, és ezen a réven is kapcsolódtunk egymáshoz ilyen programokban is. Tehát a kapcsolat régről megvan, és Legeza Lászlónak személyes kötődése is van ehhez a régióhoz, és így adta magát a lehetőség és az alkalom, hogy miután megjelent ez a kötet, látván ezt, akkor meghívtuk őt, hogy mutassa be ezt a kötetet. Legeza László édesapja görög katolikus pap volt, aki parókusként Napkoron és Máriapócson is szolgált. A szerzőt saját bevallása szerint 50 éve foglalkoztatja a természettudomány és a keresztény vallás elveinek összeegyeztethetősége. Ennek a kérdéskörnek szentelte 2022-ben megjelent kötetét, amelynek címe Természettudomány. Istenhez. Egy évvel később Művészettel Istenhez címmel jelentetett meg kötetet, amelyet már szerkesztőként jegyez. Fölkértem egy évvel ezelőtt a legkülönbözőbb művészeti területekről, művészeti területenként egy művészt, hogy írjanak a saját életükről egyfajta tanúvallomást, amely arról szól, hogy őket a művészeti munkájukban, vagy a művészetükben mennyiben segítette a hitük, illetve a művészetük mennyiben erősítette az ő hitüket. És 22 művészt kértem föl, hát jóval többen lettek volna, de hát meg kellett húzni a határt, és így készült el ez a könyv. Hozzátette, a kötet megjelenése óta elkezdett dolgozni a Sporttal Istenhez című új könyvén, amely folytatni fogja a már megkezdett utat. Az eseménnyel bővebben Weekend című műsorunkban foglalkozunk.